Újra drágulhat a kenyér, kezdetek óta részt vesznek a versenyben, rekord érdeklődés a Tiszatavi Fesztivál iránt. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 13-án 18 óra 5 perckor. Akár 20%-kal is drágulhat a kenyér, az egyik karcagi pékség tulajdonosa szerint. A gazdák és a malmok alapanyag árai nőttek, ezért kénytelenek ezt a drágulást az árakban is beépíteni, így pedig a polcokra kerülő pékárut is többet kell majd fizetni. Ebben a karcagi pékségben jártunk, ahol 380 forint egy kiló fehér kenyér. A vásárlók a minőségi pékáruért járnak ide. Áremelés előtt azért egy nagyobb mennyiséget vesznek és igyekeznek lefagyasztani, aztán nyilvánvalóan visszaesik a termelés egy kicsit, aztán szép lassan megint csak mehet kenyérre, péksüteményre szükség van, úgyhogy előbb-utóbb visszáll megint a rend, csak hát nyilvánvaló, hogy mindenkinek nagyon fáj. A pékség tulajdonosa szerint a drágulást még az év elején beharangozták a malmok, de akkor nem emeltek. Januárban, amikor utoljára volt a lisztáremelés a malom már, akkor megígérte nekünk, hogy egy hónap múlva újra emeli a lisztnek az árát. Szerencsére ezt nem tették meg, állandóan odébb-odébb tolták a határidőt, nekik sem jó az, hogyha árat kell emelni. Viszont ez már törvényszerű Magyarországon, hogy új buza, új kenyér, új ár, tehát a gabona ára is befolyásolja. Hát sajnos nem ilyen apró pénzről van szó, most egy jelentősebb áremelésről, mert ilyen 20%-os áremelésről van szó. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak a lisztárát takarja, hanem a közben felgyülemlett áremelkedéseket is, a mindenféle járulékos anyagtól kezdve az üzemanyag és az energia áremelésen keresztül mindent. Eddigi jóslások szerint drágább lesz a gabona már aratáskor is, mint tavaly aratáskor volt. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy drágább lesz a lisztára, mint tavaly ilyenkor volt. A tavalyi árhoz képest tehát volt emelés, de még mindig nem reális. Sajnos a kereskedők a tőzsdére hivatkozva, tehát nap mint nap változtatják az árat, tehát 6000 forinttal kezdtük, a végén 5800 forinttól, tehát értékesítettük a búzákat. Ehhoz képest ugye az input anyag, a műtrágya, a vetőmagot viszont duplája valami fajta meg, tehát tripla áron jutunk hozzá. Lényegében az, hogy most több pénzt kap a gazdálkodó, az a kiadásával, tehát el is megy, tehát lényegében semmivel se lesz több anyagi vonzata a tavalyi évhez képest, attól függetlenül, hogy emeltek az áron. Én azt javasolnám a többi gazdatársaimnak, hogy akinek egy és módja meg van lehetősége, azt tárolja be, mert tehát a vetésterület itt legalábbis karcag viszonylatban fele a tavalyi kalászoshoz képest, és tehát feljebb fognak menni az árak. Úgy gondolják, hogy ebből egyértelműen adódik az, hogy a sütőipari termékek ára is emelkedni fog a közeljövőben. Azt nem tudni, hogy ez mikortól lesz érzékelhető a vásárlók számára. Átadták a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje 2020 verseny karcagi díjait. Hamar Gyuláné és férje a kezdetek óta versenyez, és mára életműdíjas országos első helyezettek, és a karcagi versenyben is elnyerték az első díjat. Hamar Gyulái kertjében mindig számtalan különleges növény is terem, így volt ez tavaly is. Az idős házaspárt a kertészkedés élteti. Sosem gondoltuk volna, hogy mi ebben a munkával még valaha életműdíjasok is lehetünk. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetésnek tartjuk, és ennek jegyében igyekszünk biokertet ápolni, mert ez fontos. A régi hagyományokat előszedtük, a szülők, nagyszülők, ahogy mivel védekeztek, mi is a régi család, stb. Úgyhogy minden a csúszómászók ellen is el van készítve a nekik járó itóka, amit hát ugye elpusztul, a szőlőnek szintén, tehát mi vegyszer nem használunk. A föld semmi olyan, ami hogy behozzuk, vagy bármilyen
vegyszer vagy akkor semmi, hanem mi saját magunk komposztálunk. Építettük egy 3x3 méteres, ami hát másfél méter lefele még a beton, és abban van az élőtrágya, a hulladék, ami a konyháról kikerül, meg ugye a mulcs, amit levágunk, zöld füvet, és akkor utána azt ugye földdel le kell teríteni fél oldalát, mert a másik felébe megérik, amit már majd télen kiszedünk, és akkor tavasszal abban lesz az ültetés, bak hátra. Tehát az azt jelenti, hogy felkúpozzuk, és úgy megy a paradicsom is, a paprika is, uborka is. Itt annyira rossz a talaj, kötött, hideg, úgyhogy mezes, úgyhogy itt nem maradna meg így, hogy csak felássuk, az beleültetünk, most semmit. Itt mindent, még a dughagymát is úgy kell a bakhátot elkészíteni és beledugrosni. Sok nehézséggel, problémával jár a kertgondozás, de ők már felkészültek mindenre. Külön esővízgyűjtőjük, komposztálójuk is van. Az igazság, hogy a családom segített rajtam, hogy ne kelljen kannával vatakolni, meg én kókányoltam itt össze a házi kimaradt csövekből. Megsajnáltak, közösen megvették a csepegtető berendezés, csodálatos valami. Jó lett volna már az elején ezzel elkezdeni. Az ismerősöknek és gyermekeiknek is adnak a termésből. Vegyszereket nem használnak, náluk minden bio. Tavaly a többszínű kaliforniai paprika és a saláta volt az újdonság. Idén lesz káposzta is, többféle színű cukkini és csillagtök. 11 nehány csak a hagyma volt, mert mindenféle a gyöngyhagymától vedese meg végig. Hát ez koktélparadicsom, ezen 4 sor, és az pedig a legelső sor, a lugos paradicsom. Az látszik is, hogy nagyobb, sűrűbb, tehát az nagyon jó eltenni, mert sűrű. És fogyasztásra is finom enni, de a koktél paradicsom, meg a fiam, meg általában az unokák is savasak, ugye, mert ugye jó kis kajákat teszünk, és ez viszont nem bántja se az epét, se semmi. Szóval ezt úgy ehetik, ahogy van, megmossa, szedi, és jönnek és eszik. Koktélparadicsomnak lenni kell. Úgyhogy nagyon nagy kedvencünk még az uborka, az is, hát már, ha azt számolom, hogy nagy vonalakba, közel egy mázsát leszettünk már az idén, ilyen 8-10 centisek. Én ezt szeretem elrakni csemegének, de viszont kovászosnak is ezt szeretjük. Egy kicsit, ha nagyobb, akkor teszem félre, az jó lesz kovászolni. És nagyon finomak még itt a cukinik, meg a tök, többféle cukinink is van, úgyhogy ezt is igyekszek mindegyiket, hogy legyen mindenfajta, mert finom a főznivalótok is, hogyha az ember legyalulja, megcsinálja egy kis főzeléknek, de hogyha megpróbálja valaki egyszer a cukinit, megállapítja, hogy a sokkal finomabb. A jó termés titka, hogy nem áprilisban, hanem már decemberben el kell vetni, csíráztatni a magvakat, hogy időben kiültethessék, hogy mire a hőség jön, megerősödjenek, árulta el a titkukat Hamar Gyuláné. Mindig van valami kis újdonság, meg ez is ez a mángold, ez is nagyon jó. Papa szereti salátát csinálni belőle, és mi reggel az kijön, az megeszik annyi zöldséget, sokszor mondom, hogy ha jaj, te mondom, már elmentél legelni. Mert egész tállal, ezt is, azt is, és szóval jó, ezt nem lehet elmondani, megfizetni se, semmi, mikor én jönnek a családom, és tudom, hogy nyugodtan eheted, fiam, nézd meg, mert most szedtük, friss. Látom, mama, még a virág rajta van az uborkán, hát hogy nem volna. A piacon azt mondja, nem veszel, lehet egy hete ott tárolják már a kosárból, az mire el kell. Tehát azt, hogy tudja az ember, hogy mit tesz az asztalra. És tudom, hogy ez nincs benne semmi, nem permetezték, nem ide, mit tudom, még hány helyre került, meg kifogdost össze. Leszedő az ember, és jönnek, és elviszik örömmel. Már koskával jön a fiam, és már most mondja, vegyél másikat is, kettővel hozt, akkor szedegetik lefelé. Már most is volt, a héten már elvitt, vigyett kicsim, úgyhogy ez mindennél többet is, ha látom, hogy már a kicsi is annyira boldog, hogy már szedné, már enné, még nem, még kemény egy kicsit, majd jó lesz, mert koktélparadicsomot imádjam meg. Úgyhogy ezeket mind kis dolgok, de az embernek, szóval ez éltet bennünket, ezért kelünk fel minden nap, mert tudjuk, hogy ezt el kell végezni, ezt meg kell csinálni, mert ma jönnek a gyerekek a hétvégén, és legyen nekik mit adni, megszedni.
A Természet Operaháza Tiszatavi Fesztivál minden év nyarán kínál felejthetetlen és exkluzív kikapcsolódást a komoly zene, a természet és az aktív pihenés szerelmeseinek. Rekord érdeklődés volt idén is a fesztiválra. A Természet Operaháza Tiszatavi Fesztivál évről évre növekvő népszerűségű találkahelye a minőségi kultúrát kedvelőknek, a természet szerelmeseinek és a sportos életmód híveinek. Komoly zene és aktív pihenés a szabadban. A mai rohanó, zajos világban szükség van a harmóniára, hangsúlyozta megnyitójában dr. Latorcai Csaba, közigazgatási államtitkár. A zene az embert nem csak pillanatnyi hangulatában, hanem egészében alakítja, serkenti a kozmikus rendbe való beilleszkedését, mondta. A kormányzat az előadó művészet többlet támogatása révén a fesztiválokat 2020-ban mintegy 1 milliárd forinttal, ebben az évben pedig eddig 700 millió forinttal támogatta, emelte ki az államtitkár. Ebben az évben már Magyar Tavak Fesztiválja néven zajlik a programsorozat. Az eredeti kezdeményezéshez ugyanis csatlakozott a Velencei tó, jövőre pedig már a Balatonon is megrendezik a fesztivált. A fesztiválon részt vett a New York City Operaház igazgatója, Michael Capasso is, aki beszédében méltatta a fesztivált, ugyanakkor biztosította a szervezőket arról, hogy nem ül kerékpárra, az árnyékban tokait kortyolgatva élvezi a zenét és a természetet. A nyitógála egyben Miklósa Erika 30. jubileumi koncertje is volt, mely a meghívott vendégművészekkel különleges csemegét jelentett a közönség számára. Ugyanakkor a művészek számára is felemelő élményt nyújtott, hiszen a pandémia alatti korlátozások után felértékelődött a kultúra, mondta Miklósa Erika. Az opera mellett fúvórzene, pánsíp, Bársony Bálint magyar rapszódia projektje és jazz is kísérte a kajak, csónak és kerékpár túrákat a Tiszató körül. A tegnapi nap az valami fantasztikus pénteki koncert volt, és olyan energiák szabadultak föl, amit nem is tudom, hogy így a 8 év alatt megéltünk-e. Nagyon izgultunk a ma reggeli kezdésnél. Ugye az első állomáson egy kis eső elkapott minket, de a művészek is és a vendégeink is egészen jól viselték ezt a kis könnyed indulást. És most csodálatos időnk van, itt vagyunk a Bátszalókon, 100 tagú cigányzenekarral, fantasztikusan felújított strandnak a területén. Nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, megkóstolhattuk a helyi görögdinnyét, megkóstolhattuk a fantasztikus töltött káposztájukat, és nagy szívvel vártak minket. Pont ez a kihívás, ami én azt gondolom, hogy meg tudjuk mutatni ugye itt a helyi csodás Tiszatónak a partját, és ezt a sporttal, zenével összekombinált olyan élményt, amit Európában sem tapasztalhatnak meg a vendégek. A közönség visszajelzése alapján páratlan ez a fesztivál. Szívből jön, szívvel készítjük, szívből készülünk rá, és nagyon bízunk benne, hogy lesz létjogosultsága hosszú távon, úgyhogy nagyon örülünk, ha meglátogatnak minket a vendégek a jövőben is. A második napon kerékpárra pattantak a mozgás és a természet szerelmesei. Csaknem 70 kilométert kerekeztek a tó körül, Tiszafürettől Dinnyi és Hátig. Minden megállónál egy hazai vagy nemzetközi hírű fellépő és vendégfogadás várta őket. Nagyon jó is lenni, a dinnye nagyon finom, és így jó a szabad belenni és kimozdulni a hétköznapokból. A kerékpár túra mellett immár harmadik alkalommal futóversenyt is rendeztek, Operán néven. A lelkes csapatot Miklósa Erika vezette. A gyerekek egy, a felnőttek pedig 10 kilométert futottak a kánikulában, ami embert próbáló teljesítményt kívánt a résztvevőktől. Vasárnap Abátszalókról több százan indultak hajókkal, hogy megnézzék a tó élővilágát. A megállókban szintén muzsika várta a résztvevőket. A
A kiskörei új kilátó is sokakat vonzott, természetesen itt is muzsika szólt. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák téged majd egy szép napon. A csónaktúrák is különleges kikapcsolódást és élményt jelentettek az érdeklődők számára. A tó 9 települését érintő túrák során a zenei stílusok világában is kirándulhattak a résztvevők. Bambolia, bambolia. Bár a csónakban nem lehetett táncra perdülni, a gattaki felállva integetett a zenekarnak, a bátrabbak pedig ülve táncoltak. A hallépcsőnél pedig igazi kuriózumot is láthattak, a magyar rafting válogatott tartott bemutatót. Soron kívüli testületi ülést tartott a Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napi rendeket. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze, igen, egyhangulag elfogadtuk. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napi rendi ponti javaslata a mai testületi ülésre? Nincs? Akkor szavazásra teszem föl a teljes napirendet, tehát aki ezt elfogadja, azt kérem jelezze, igen, egyhangulag került elfogadásra. Javaslom, hogy a 3-tól 7-ig terjedő napirendi pontokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43. paragrafus második bekezdés C pontja értelmében zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület, aki ezzel egyetért, kérem készfeltartásra jelezze, igen, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk. Javaslat a zárt kertek infrastruktúrális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. Gyakorlatilag a mai képviselőtestületi ülést elsősorban emiatt a pályázat miatt kellett összehívnunk, hiszen a határidő a pályázat benyújtására szeptember 9-e, amelynek tartalmaznia kell természetesen a képviselőtestület határozatát. Gondolom az anyagot mindenki megkapta, átnézte, egyértelműen jelezve van az, hogy melyik további utat szeretnénk felújítani. Ebből a pályázati pénzből természetesen arra figyelve, amit maga a pályázat is elír, hogy előír, hogy rendszerben kell gondolkozni, tehát a már meglévő fejlesztésekhez kapcsolódnia kell, illetve valamilyen szinten ennek a zúzott köves vagy murvás útnak el kell érnie aszfaltozott utat. Tehát a jelzett út az, amely minden feltételnek eleget tesz, és természetesen olyan út is, amely aztán további kerti megközelítéseket tesz lehetővé, teljesen jól megközelíthető módon. Kérdezem, hogy a kiküldött anyaggal, illetve a pályázattal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem, javaslom elfogadni ezt a pályázati lehetőséget, ezzel is fejlesztve a zárt kertek megközelítését. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, egyhangulag került elfogadásra. A második napirendi pontunk, javaslat a Karcag Táncsics körút 15, földszint 1-es ajtó alatti helység a karcagi tankerületi központ részére történő térítésmentes használatba adásról szóló 210/2016-os határozat módosítására. Ugye a tankerületi központ használja ezt a jelzett ingatlant, és itt a hosszabbításáról fogunk dönteni, hiszen egy meglévő szerződés még érvényben van. Ennek a hosszabbításnak az időpontja pedig 2024. december 31-e. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy kérdés, hozzászólás, Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, a jegyzőasszony, képviselőtársak, kedves televíziónézők. Az ülés előtt a pénzügyi fejlesztési bizottság ülésezett, és ezt a napirendi pontot megtárgyalta, egyhangulag támogatta, és a testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor javaslom elfogadásra. Szavazzunk, aki egyetért vele, jelezze, igen, egyhangulag került elfogadásra. Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkáját. Tisztelt képviselő testület,
Bejelentem, hogy legközelebb 2021. augusztus 19-én csütörtökön 10 órai kezdettel ünnepi önkormányzati ülésre kerül sor, majd a munkaterv szerinti következő testületi ülésünk 2021. szeptember 30-án csütörtökön 15 órai kezdettel fog kezdődni. Kérdezem a képviselő testületet, hogy erre a szeptember 30-ai ülésre van valakinek napirendi ponti javaslata. Természetesen nem kötelező, hiszen ott is ülés napján is lehet napirendi pontot felvetetni a testületi ülés anyagában. Ha nincs, akkor tisztelt képviselők, megköszönöm a képviselő testület tagjainak, a meghívottaknak a megjelenést, aktivitást, a kedves televízió nézőknek a figyelmet. A mai testületi ülést bezárom. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!